Köszöntöm a nézőket! 2017-ben ünnepeltük a reformáció 500. emlékévét. A mai műsorban éppen ezért a déli kertet közrefogók két templomba látogatunk el, ahol az 1800-as években alakult meg a református és az evangélikus egyházközség. Isten örök igazságossága tisztán kegyelmi ajándék, amelyet az ember a Jézus Krisztusba vetett hit által kap meg. A protestáns reformáció szellemi atya, a német teológus Luther Márton a szigorú és ítélő Isten helyett egy kegyelmes és szerető istenképet hirdetett a kortársak körében, amit a Vatikánban nem néztek túl jó szemmel. 1517. október 31-én levelet írt Albert püspöknek, amelyben tiltakozott a búcsúszédulák árusítása ellen. A levélhez csatolta azt a vitairatot, amely később a 95 tétel néven vált ismerté. A wittenbergi vártemplom kapujára kitűzött pontok a katolikus egyháztól való elszakadáshoz vezettek, a reformáció követői viszont Magyarországon csak 300 évvel később kaptak szabad utat. Harmadik Károly és leánya, Mária Terézia nemhogy könnyített volna a protestánsok helyzetén, az intézkedéseivel inkább nehezítette. Gyökeres változás következett be akkor, amikor Mária Terézia fia, második József, a kalapos királyként ismerjük, került a trónra. Ez 1780-ban történt. Már előtte is, mint társulalkodó, hozott már egy pár a protestánsok számára könnyítő intézkedést, ami a legnevezetesebb és ami óriási változást jelentett, az 1781. októberében kiadott tolerancia, vagy türelmi rendeletként ismerjük. Ebben már olyan könnyítések szerepeltek, hogy a reformátusok például vállalhattak hivatalt, bizonyos szabadságjogokat kaptak a vallási téren is, így például, bár egy kicsi, aztán később, de a templom ajtajuk nyílhatott például utcára, egyáltalán építhettek templomot, ahol legalább 100 család élt, 100 református hitű család, 500 személy. Nem vették túl szigorúan, mert annak előtte templomépítés csak az úgynevezett artikuláris helyeken, azaz bejegyzett helyeken volt lehetséges. Ez megyénként két helyiség szokott lenni általában, de Baja nem tartozott a bejegyzett helyek közé. Az első református, aki a városban megtelepedhetett, az egyik alapító, Keresztesi Deák János volt. Ő a Grassalkovics herceg számvevő tisztjeként kivételes helyzetben tudhatta magát. Nem sokkal később egy fiatal és lelkes jogász vette kezébe a vallás intézményesítését. Egy fiatal ügyvéd, Dömötör Pál elhatározta, hogy megalapítja a bajai református egyházközséget. Nem ment egyszerűen, először összeírta az itteni reformátusokat, ez már természetesen a türelmi rendelet, illetve az azt követően egy országgyűlési határozat, egy országgyűlési törvénycikk keletkezett még 1791-ben, már II. József halála után, mely sok szabadságjogot engedélyezett a protestánsoknak. Ennek következtében például a templomot építhettek, a templomra harangtornyot tehettek, a harangtornyba harangokat tehettek. A
halottaikat énekszóval kísérhették, ami előtte nem volt engedélyezett. Ha egy kicsit körülnézünk Baja környékén, és jártunk Szeremlén, ott megfigyelhetjük, hogy a templom nem az utcára ajtaja, nem az utcára néz, hanem egy kis közbe. És a harangtornyán 1795-ös évszám van, tehát akkor építhették meg a tornyot, és akkor tehettek bele harangokat. Bár Dömötör Pál összírta a reformátusokat, de az egyházközség alapításának ügye nehezen mozdult előre. Végül segítőkre talált. Ekkor aztán összeállt három alapító, Dömötör Pál, Keresztesi Deák János és egy Gőbölös István nevű hajós gazda, és 2000 forintot összeadtak összesen, tehát 6000 forintot arra, hogy helyet vásároljanak a megalapítandó egyházközség számára. Ahol most vagyunk, ott volt ez a hely, itt vették meg a telket, amint akkor írták, egy magas helyen, ahol a város közepében, ahol sár soha nem volt. Ez nagyon lényeges volt annak idején, hiszen Baját a tengelyig érő sár jellemezte annak előtte. Ezt követően szükség volt egy lelkészre is, így az alapítók Tormási János püspökhöz fordultak levelükben. Egy belső és külső képen szép, nőtelen, deák görög, zsidó nyelveken kívül legalább németül is értő és beszélő, józan filozófiájú, bátor, de nem vakmerő, kinek-kinek rangjára vigyázó, társalkodó, és a társaságban kellemetes, józan, a papi tudományokon kívül az ékesen való írásban, szólásban, históriában, a természet és országok ismeretében, statisztikában, morálban, az éneklés mesterségében jártas férfiú legyen, ha lehet, kevéssé a törvényt és a muzsikát is értse. Akinek a mostani esztendőben fizetésére rendelünk 1000 fekete bankó forintot. Találtak ilyet? Hát a püspök titkára azt írta vissza, hogy ilyen csodalény nem létezik, Szent Pál is csodálkozda, ha ilyet lehetne találni. Bár a csoda elmaradt, mégis Menyhért József személyében egy érdemes és tiszteletre méltó lelkipásztort kapott a bajai gyülekezet. A telket 1811 márciusában vették, és a új lelkész beiktatása 1811. augusztus 18-án meg is történt. Nagy tömeg gyűlt össze, a város népe, a megyei előkelőségek, uraságok, és két gyülekezetnek a hívei, a csanádi, ma érsek csanádnak hívjuk, és a szeremlei gyülekezet hívei is eljöttek. Nem szégyellem Krisztus evangéliumát, mert az Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére. A lelkész első prédikációjában Pál apostol rómaiakhoz írt levelének első fejezetéből, a 16. versből olvasott fel egy részletet a hívőknek. Gyűjtést nem terveztek, ennek ellenére 60 forint tekintélyes summa gyűlt össze, melyet átadtak a városnak, hogy aztán a szegényeknek és a kórház szegényeinek adják át. Így is történt. Tekintélyes summa volt, hiszen az 1000 forint bankócédulákban, amit a lelkész fizetésére szántak, ötödére csökkentett árral szerepelt már, ugyanis a napóleoni háború következtében az ország teljes gazdasági csődbe került.
A református lelkész jó kapcsolatot tartott fenn a többi felekezettel. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy fia keresztapjának, a belvárosi templom katolikus papját kérte fel, lányát pedig a vaskúti plébános tartotta keresztvíz alá. A felekezetek a város egyik legsötétebb évében is kiálltak egymás mellett. Jött az 1840-es év, amikor ugye a város jelentős része leégett a nagybajai tűzvészben. Mi történt akkor itt a mai déri kert ugye környékén, hiszen itt az evangélikus templom is nem olyan messze. Valóban így volt, de szerencsésen a tűzvész elkerülte a reformátusok imaházát. Az evangélikusoké viszont elemésztette a tűz. Ezt követőleg egy nagyon szép együttműködés alakult ki. A reformátusok prédikátora eltávozott Bajáról a tűzvész utáni nyomorú idők miatt, még nem az evangélikusok lévitája itt maradt. Ezért tehát a református imaházban a evangélikusok lévitája tartotta az istentiszteleket majdnem két éve időtartamban. Nem volt istentiszteleti helyük az evangélikusoknak, és a reformátusok befogadták, és nagyon érdekes, hogyha nézzük a gyülekezetek történetét, akkor ez újra meg újra előkerült, és hol az evangélikusok fogadták be a reformátusokat, amikor az ő istentiszteleti helyüket, imaházukat, templomukat renoválták, hol pedig újra szükség volt arra, hogy az evangélikusok használhassák a református imaházat, templomot. Ez a nem olyan nagyon régi időben is azért megtörtént, hiszen amikor ezt a templomot egy jó 10 évvel ezelőtt felújították, a fűtés korszerűsítés, illetve a belső átalakítások folytak, akkor az alatt a reformátusokhoz jártak istentiszteletre az evangélikus hívek. Ez volt talán a legutolsó ilyen, amikor egymás segítésére volt szükség, de a jó kapcsolat az mindmáig megvan, és tudunk együtt ünnepelni. Tavaly is a reformáció 500. évfordulóján tartottunk egy ünnepi istentiszteletet közösen. A miénknél egy picit nagyobb református templomban gyűltünk össze, de evangélikus ige hirdető volt, és ezt folytatandó már erre az évre is tervezünk egy ilyen közös alkalmat, hogy ha már térben is ilyen nagyon közel vagyunk egymáshoz, hiszen itt a déri kert egyik sarkán, a református másik sarkán az evangélikus templom van. Így ezt a lehetőséget is ki tudjuk használni, hogy nem kell a híveinknek nagyobb távolságot megtenni, hogy a másik felekezet Isten tiszteleti helyén tudjanak együtt lenni. Az evangélikusok legfontosabb szimbóluma a Luther rózsa, amely a bajai templom falát díszítő emléktáblán is látható. Az öt szirmú virág közepén egy szív látható, benne egy keresztel. Egy történet szerint maga Luther felesége, Bóra Katalin hímezte férjének meglepetésként a mintát, amit később személyes kézjeleként használt a reformáció alapítója. Az első evangélikusok 1833-ban kérték, hogy egy kiskéri lelkész jöjjön, és évente egyszer-kétszer tartson nekik istentiszteletet, és szolgáltassa ki az úrvacsora szentségét, de ugyanezzel a kéréssel egy időben már elkezdték a templomra való gyűjtést. 1847 volt, amikor az imaház elkészült, és akkor még ugye torony nélkül, és 60 év múlva épült meg hozzá a torony, és akkor nyert el igazából a templom formáját az épület, és 1937-ben volt egy nagyobb bővítés, ami a jelenlegi állapotot hozta létre. Hogyha beszélünk reformátusokról, evangélikusokról, aki mondjuk nem hívő, vagy aki nem ismeri behatóban a vallást, mint olyant, akkor mit kell tudnia, hogy miben mások ezek a felekezetek? Hiszen ugye mind keresztény. Valamennyi, igen, és ez az utolsó mondat a lényegén, azt hiszem, és mindig azt mondom, hogy soha ne arra figyeljünk, ami elválaszt bennünket, ami különbözővé tesz bennünket, hanem a közösre, ami egyé tesz bennünket, hogy mind keresztjének, mind Krisztus követők, mind a Szent Háromság Istenben hívők vagyunk, és persze emellett vannak olyan
kisebb, nagyobb tanításbeli különbségek, amik azért mégis elválasztják, vagy megkülönböztetik, talán ez a jobb szó, megkülönböztetik a különböző felekezeteket. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az evangélikus istentisztelet liturgiája sokkal közelebb van a katolikus egyház liturgiájához, mint a reformátuséhoz. Tanításunkban viszont a másik nagy protestáns felekezettel vagyunk közelebb egymáshoz. Ugye mi egyházunkban is két szentség van, csupán a keresztség és az úrvacsora. Az úrvacsorát két szín alatt vesszük, ostyával és borral. A lelkészek nálunk is alapíthatnak családot, tehát mind férfiak, mind nők vállalhatnak lelkészi szolgálatot. A templomaink református testvéreinkkel hasonlóak, egyszerű istentiszteleti helyeink vannak, nagyon fontos szerepet tölt be az igehirdetés az istentiszteleteinken belül. A ma is látható református templom megépítésére már az 1870-es években nagy igény volt. Hosszas előkészületek után Széles Áron lelkész szolgálata alatt kezdődhetett el a munka, aki 48 esztendeig vezette a bajai gyülekezetet. 1891-ben és 92-ben épült. Erről Fülep Lajos részletes értékelést írt annak idején építészettörténeti szempontból. Csak annyit mondanék erről, hogy rendkívül egyszerű, letisztult formák jellemzik, és belül is bizonyos puritanizmus, ami jellemző egyébként a protestáns, leginkább a református templomokra, az itt nyomon következő. A templom belsőt nézve talán egy-két dolgot említenék meg, mindenképpen a keresztelő medencét, melyet még Gőbölös István alapító vásárolt meg, a révkomáromi templom keresztelő medencéjének a másolata. A bajai. Még a legrégebbi időkből, tehát a templom alapítás után időkből származik. Megemlíteném talán még az orgonát, melyet az alapítás 100. évfordulóján hívő és tehetős református családok adományoztak, és az Angster cég készítette el 1911-ben, tehát a templom jubileumán, 100. alapításának 100. évfordulóján. Azt talán kevesen tudják, hogy a szószék fölötti illusztrációt ki is készítette. Igen. Sok mindent köszönhet a református istenháza Miskolci Ferenc festőművésznek, aki felesége révén nagyon sokat tett a templom belsőnek a áhítathoz illő díszítésével. A szószék feletti felirat is tőle származik például. Fülep Lajos alakjáról, személyéről mit is kell tudnunk, akkor miért volt ő kiemelkedő ugye a bajai reformáció történetében? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én még beszélhettem olyan személyiségekkel, akik jól ismerték, sőt baráti viszonyban voltak a jeles lelkésszel. Megemlíteném közülük ifjabb Éber Sándor festőművészt és Miskolci Ferenc festőművészt. Fülep Lajos 1922-től Széles Áron, a templomépítő Széles Áron halála után került a bajai lelkipásztori tisztségbe, és 5 évig töltötte be ezt a feladatot. Nagyon sok rétű munkát végeztek feleségével, vasárnapi iskolát szerveztek, énekkart szerveztek, gyülekezeti énekkart, és Fülep Lajos
egy bajai református újságot is szerkesztett, melynek azonban, bár nagyon színvonalas folyóirat volt, csak 4 száma jelent meg, miután ő 1927-ben eltávozott. Kissé személyesebb jellegűt szeretnék még megemlíteni Fülep Lajossal kapcsolatban. Én úgy vélem, hogy az ő egyik liceális, azaz gimnáziumi előadásának köszönhető, hogy annak idején Bartók Bélát meghívták Bajára hangversenyezni. És 1928. április 9-én hangversenyt is tartott itt. Baján egy jó nevű református iskola is működött 1851-től 1909-es államosításáig. Fennállásának 25 éve alatt összesen 676 tanuló került ki Borza Nándor tanító kezei alól, köztük 175 református, 364 katolikus, 25 evangélikus, 14 görögkeleti és 17 zsidó vallású diák. A tavalyi évben a 17-es év volt, ugye az 500. évfordulója ennek az alkalomnak, a reformáció 500. évét ünnepeltük. Ma ezt az örökséget hogyan is kezelik a különböző felekezetek, vagy hogyan is lenne érdemes akkor ezt kezelni? Én azt gondolom, hogy az szép évforduló volt az 500 éves évforduló, de nem szabad itt megállnunk, és ez nem valaminek a vége. A reformáció folytatódik ma is, és ez abban valósulhat meg, vagy valósul meg a hétköznapokban, hogy azt az Istent, akit felfedezett Luther, azt mi sem felejtjük, és mi is beemeljük a hétköznapjainkba, és nem feledkezünk meg a Bibliáról, ami ma már ugye bárki számára elérhető, mert Luthernek ugye ez is, Luther korának egy nagy vívmánya volt a könyvnyomtatás, és a könyvnyomtatáson keresztül, hogy mindenki számára elérhetővé lett a Szentírás. És mi is ugye most már anyanyelven olvashatjuk, tehát az a távolság is, amit mondjuk a középkorban a latin nyelvű bibliai elérhető, tehát hogy csak latin nyelven volt elérhető a biblia, az a távolság tehát az megszűnt, és mindenki a maga anyanyelvén olvashatja, és ezeket az eredményeket, ezeket nem szabad veszni, hagyni, hanem folytatni magunkban a reformációt, tehát tudni megújulni, és hát ugye az egyház valamennyire azért haladjon a korral. Nemrég hallottam egy nagyon jó mondást, ez a korral haladni, Krisztusban maradni. Tehát, hogyha megmaradnánk az évszázados, vagy az évszázadok óta megkövesedett hagyományokban, akkor azt gondolom, hogy könnyen kiürülnének a templomunk padjai. Tehát tudnunk kell nekünk is megújulnunk, személy szerint is minden egyes hívőnek, illetve a közösségeinknek is élni azokkal a lehetőségekkel, amiket a mai kor ad.